küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. 365 nap közül 364 a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, ismeretlen olvasó, fordítva kellene legyen. 364 nap a szereteté, és egyetlen csak a többi dolgoké, és még annak is elég az estéje. Vas Albert fogalmazta meg ezeket a sorokat, azt hangsúlyozva, hogy a szeretetnek sokkal nagyobb teret kellene engednünk az életünkben. Advent negyedik vasárnapjához, aranyvasárnaphoz érkeztünk. Ünnepi koszorunkon valamennyi gyertya ég, a karácsony közelsége pedig egyre erősebben melegíti lelkünket. A negyedik gyertya pedig nem más jelképez, mint a szeretetet. A negyedik gyertyával keresztelő Szent János odaadásának adózunk, aki hittel, reménnyel és örömmel hirdette Jézus eljövetelét, aki a szeretet erejével jut el az emberi szívekhez. A szeretet a legfontosabb keresztény erény. Több, mint érzelem, a szeretet tevékeny törődés, óvó, védelmező, gondoskodó, odaadó cselekvés. Fontos, hogy odaadással viszonyuljunk szeretteinkhez, családunkhoz és embertársainkhoz. Ne aludjunk ki az emberek szívében soha a hit, a remény, az öröm és a szeretet lángja. Ezeknek a gyertyáknak mindig égnie kellene. Áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek!